A mezőgazdasági munkavállalókat érintő tavaly júliustól bevezetett szociális hozzájárulási adókedvezményt idén is lehet érvényesíteni, így a munkáltatók 2016-ban is jelentős összeget spórolhatnak meg. Az adókedvezményt a munkáltatók az idei bevallási időszakban visszamenőleg is érvényesíthetik a tavalyi hónapokra. Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után a foglalkoztató 2015. július 1-e óta szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe. Ez a szociális hozzájárulási adókedvezmény a bruttó munkabérből érvényesíthető, a bruttó munkabér 14,5%-ának a maximumáig. Ez azt jelenti egyébként, hogy a 100 000 forintot meghaladó összeg fölött már ez nem érvényesíthető, tehát maximum 14.500 forintot tudnak érvényesíteni a munkáltatók. Természetesen, hogyha valaki ezt nem vette igénybe a korábbi hónapokban, amikortól ez a kedvezmény él, akkor van lehetőség rá visszamenőleg az adóbevallások javításával igénybe venni ezt a kedvezményt. A 14.500 forintos kedvezmény csak akkor jár, ha a munkavállaló teljes munkaidőben alkalmazzák. Részmunkaidős foglalkoztatásnál a kedvezményt arányosítani kell, és ügyelni kell a kedvezményben érintett munkakörök meghatározására is, mondta el a sajtóreferens. Nagyon fontos, hogy ez a kedvezmény azok után a munkavállalók után érvényesíthető, akik egyébként a mezőgazdasági munkakörben dolgoznak, egy FEOR számmal meghatározott munkakörben rendelkező, vagy munkakörrel rendelkező dolgozók után érvényesíthető. Nagyon fontos utána nézni ezek után a tevékenységi körök után, hiszen csak azok a vállalkozók tudják érvényesíteni, vagy munkaadók tudják érvényesíteni ezt a kedvezményt, akik ezen FEOR szám alatt szereplő mezőgazdasági munkavállalókat foglalkoztatják, és nagyon fontos, hogy kizárólag mezőgazdasági munkakörben foglalkoztassák. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az adott hónapban a munkavállaló más munkakörben is dolgozik, nem csak mezőgazdasági munkakörben, akkor már ebből a kedvezményből kiesett, ez nem érvényesíthető részére. Ezt az adókedvezményt a 25 és az 55 év közötti munkavállalókra lehet érvényesíteni, ami alól kivétel az a hónap, amikor a munkavállaló betölti a 25., illetve az 55. életévét. A többi korosztály foglalkoztatására más adókedvezmények érvényesíthetőek az agráriumban, amelyek hasonló mértékűek, tette hozzá Magyar Norbert.